Úgynevezett mezítlábkör épülhet az Érsekkertben, amennyiben az EGRI Norma Alapítvány kezdeményezése győz az egyik áruházlánc Ön választ, mi segítünk című pályázatán. Ennek részleteiről beszélgetünk a folytatásban a szervezet szakmai vezetőjével, Somogyi Mónikával. Szervusz, köszöntünk a stúdióban. Először is szerintem érdemes tisztázni, hogy mi az a mezítlábkör. A mezítlábkör egy kicsi gyermek egy népparknak, a gyermek idézőjelbe teendő persze. Ez azt jelenti, hogy különféle talajformákat rakunk le kör alakba, és azt mezítláb kell kipróbálni. Ezáltal csomó akupresszúrás, akupunktúrás pont érintkezik a talppal, és egészségügyi és esztétikai hatása is van. Ennek vannak egyébként előzményei, bocsánat? Nem csak, hogy ezt felnőtteknek is szokták ajánlani egyébként. Persze, sőt, nem csak gyerekeknek, hanem felnőtteknek is, igen. Igen, vannak előzményei, több városban létezik már ilyen. Ez Bükkfürdőn levédették úgynevezett Kneippark néven. Ez egy hatalmas nagy park Bükkfürdőn. Érdemes kipróbálni, egy nagyon-nagyon hosszú kacskaringós sétányt alakítottak ki. Vizes bázisú, ez azt jelenti, hogy néha elindul, mintha locsoló priccelné rátok a vizet. Ezáltal még izgalmasabb, hogy ahova lépsz, mikor indul el a víz felülről is. Nyilván ez egy nyári attrakció, egy nyári program. Ott ezt levédették, és úgy gondoltuk, mikor láttuk ezt a kiírást, hogy kicsiben lehet, hogy ezt Tegerben is meg tudnánk csinálni. Mit lehet tudni így előzetesen a pályázatról? Hát az teljesen biztosan, hogy még hogyha megismerjük, akkor sem lesz elég rá a pénz. Mert szokott ez lenni. Igen, azt kell tudni, hogy minden vásárlás után kérhet a vásárló egy bizonyos bilétát, amit három gyűjtőbe lehet gyűjteni, három projektre lehet szavazni, az egyik ez. És minél több szavazatot, minél több bilétát összegyűjtünk, annál nagyobb az esélyünk arra, hogy a 400 ezer forintos fődíjat elvihetjük. És településenként lehet majd szavazni? Igen, ez az EGRI kettő áruházra vonatkozik, de egyébként ennek a nagy áruháznak, és nagyon igyekszem odafigyelni, hogy nem mondjam ki a nevét, ennek a nagy áruháznak többféle városban is szokott lenni hasonló projektje. Itt a mi városunkban most ez az. Mivel jó ügyet képviselünk, szerintem elhangozhat, hogy a Tesco áruházról van szó, és ott gyűjtik a zsetonokat, ugye? Rendben. Akkor a Tesco áruházról van szó, igen. Ezt arra is kimondta, és te is kimondtad, most már biztosra mentünk. Igen, igen, mind a kettőnél lehet. Illetve nem is az, hogy gyűjtik, hanem a vásárló felelőssége az, hogyha úgy érzi, hogy ezt fontosnak tartja, vagy a másik kettőt is, nyilván, hogy egyenes, vagy egyenlő eséllyel indul a másik két projekt kezdeményezés is, hogyha fontosnak tartja, akkor elkérje, még akkor is, hogyha pénztáros nem adja oda ezt a kis bilétát, és akkor a végén bedobja arra a projektre, amelyikre szavaz. És amennyiben ez a kezdeményezés nyer, akkor pontosan az Érsekkertben valósulhat majd meg, de hová tervezitek, és milyen módon kiviteleznétek? Az Érsekkert az még egy elvi elképzelés, ennek még nincsen lefixálva a helye. Kaptunk erre polgármester úrtól egy elvi hozzájáruló nyilatkozatot, hogy amennyiben és ha megnyerjük ezt, akkor igen, találunk rá helyet, de majd akkor ugorjuk át az árkot, hogyha ott lesz. És létezik, már beszéltünk a Bükkiről, de egyébként ilyen a környéken már nincsen hasonló? A Mátrában van még ilyen kis sétány. Ez egyébként nagyon pozitívan fogadják minden városban ezt a kezdeményezést. Nem beszélve arról, hogy mi úgy találtuk ki, hogy ezt összekötnénk, egy kicsit társadalmasítanánk úgy, hogy fiatalokat vonnánk be, meg gyerekeket is, hogy különféle terméseket összegyűjtenénk, makkot, megymagot, tobozt, kollektíven, és akkor akár közösen is fel lehet tölteni majd, ha megnyerjük, akkor ennek a körnek ezeket a bizonyos területeit. Nagy a gesztenyének a szúrós héja is közé kerüljön majd. Egyébként a legdurvább, én kipróbáltam a legdurvább a toboz. Azon végig menni mezítláb, az már haladóknak való. Akkor vannak ilyen fakírok ebben is. Igen, valószínűleg. Akik már nem is érzik. Valószínűleg. Néhányat már említettél, de milyen nyersanyagokat használnátok még a kialakításnál?
Hát ugye ezt meglátjuk akkor, hogyha megnyerjük, hogy mekkora átmérőjű lesz a kör, azt hány fakra fogjuk osztani, azt a hány fakot, akkor ugye érdemes mindenféle, tehát nagy kontrasztú taposóval felszerelni, anyagokkal felszerelni, hogy ne csak pici apró szemű kavics legyen és homok, mert nem nagy közte a kontraszt akkor, hanem hogy legyen mondjuk nagyobb terméskövek, toboz, megymag, az egyik helyen a megymagot mondták, hogy nagyon-nagyon szeretik, és hogy gyűjtögették a gyerekek, meg mindenki hozzájárult egy kicsit azzal, hogy megteljen ennek a parknak a zajzata. Úgyhogy ezt még konkrétan nem terveztük, majd várunk rá javaslatokat. Egészségügyi szempontból mit mondanak a szakértők, hogy egy felnőtt embernek mondjuk hány kört, vagy mennyi időt érdemes a körön tölteni? Hát gondoljatok bele, vagy gondoljunk bele abba, hogy egyetem mennyi, mikor vagyunk mezítláb. 24 órán belül mikor vagyunk mezítláb? Amikor fürdünk, nem? Vagy itt otthon... a stúdióban. Igen, persze, hogy mamuszkában szaladgál, vagy mezítláb. Igen, de hogy tulajdonképpen élettanilag a mezítlábjárás az nagyon egészséges. A lábboltozatnak, a gerincnek, a tartásodnak, teljesen másképpen állsz, amikor mezítláb állsz. Nem beszélve arról, hogyha úgynevezett taktilis ingerek érnek, másféle ingerek a talpadon, a lépéseden, tehát ez mind-mind ezer élettani dolognak jót tesz. De mivel ezek akupunktúrás pontok, igen, is, ezért nem okozhatunk magunknak kárt, hogyha olyan helyeken nyomódik, vagy nyomogatjuk magunknak, mondjuk a cseresznye megy mag által, hogy bajunk lesz tőle, vagy ezt lehet, hogy hát túl gondolom egy igen, kicsit. Igen, azért akkor tudnánk okozni egy cseresznye maggal hatalmas nagy kárt, hogyha mondjuk direkten egy ponton nyomnánk oda hosszú ideig a cseresznye magot, de hát ugye ahogy végigmész ezen a parkon, ez pár másodpercet van egy-egy talajon a mezítláb rajta a lábad. Egyébként Pesten a Lukács fürdőbe jártunk apukámmal, és ott van egy ilyen rész, de ezek nagyon kis mini, csak egy ilyen pár centinyi, ahol nagy kavicsok vannak, igen, és akkor víz, térdegérű, igen, víz, és akkor abban is kell lépkedni. Hát, de nem okozott benned kárt? Kárt nem, de hát vért izzadtam közben, hogy kapaszkodtam a korlában, mert nincs hozzászokva a lábam, és annyira abszolút idegen volt, de másodjára már gyorsabban mentem, akkor igen, már csak fél óra volt. Igen. Hát nem egyszerű, eltávolodtunk nagyon a természettől, ez az igazság. Ilyen, és hogy mikor okoznánk gondot vele? Hát akkor, ha mondjuk üvegszilánkkal teleszórják, akkor igen. Tehát, hogyha megvalósul, akkor mindenképpen olyan területre kell majd raknunk, ahol vagy be van kamerázva, vagy felhívni a lakosok figyelmét arra, hogy legyünk másokra tisztelettel. És vannak esetleg felmérések azzal kapcsolatban, hogy a meglévőeket kik használják, hogy inkább gyerekek, családok, vagy gyakorlatilag mindenki? Is nézegettük meg, megnéztük a honlapját más városokban, más településeken, hogy használják. Van, hogy óvodás csoportokat kivisznek, van, hogy alternatív testnevelés órákat ott tartanak, ahol mondjuk renoválják a tornatermet, van, hogy nyugdíjasokat visznek ki oda, van, hogy strandok vagy gyógyfürdő környékére teszik ezt, és akkor úgynevezett rekreációs foglalkozásként ki lehet menni. Tehát teljesen vegyesen lehet használni, vagy csak egy látványosság. Tehát, hogyha az ember rákeres, mondjuk eger nincsen hiány a látványosságoknak, de mondjuk mi, amikor nyaralni mentünk Bükkfürdőre, akkor megnéztük, hogy mi az, amit érdemes megnézni, és kiírták ezt, hogy van egy ilyen néppark, és elmentünk, és nagyon nagyszerű élmény volt. És emellett a projekt mellett egyébként mivel foglalkozik még az Egyesület mostanában? Hát a mostani futó projektünk az első világháborús emlékműnek a megvalósítása. Ennek a szakasza most ott tart, hogy várunk a jó időre, mert -7-8 fokban nem nagyon tudunk egy patakmenti falsétánnyal mit kezdeni, de mihelyt kitavaszodik, így elkezdjük megvalósítani a projektet. És ez a patak támfalán valósulna meg, ezt hogyan kell elképzelni, milyen tervek vannak már rá? Hát ez gyakorlatilag már a megvalósítás szakaszánál van. A honlapunkon megtalálhatók az első világháborúban elhunyt egri kötődési katonáknak a nevei. Hál' Istennek sok visszajelzést kaptunk az ügyben, hogy vagy annak kapcsán, hogy van, aki találta, van, aki nem találta a hozzátartozójának a nevét. Gyakorlatilag már ott tartottunk, hogy mindenféle engedélyeztetési eljáráson túl vagyunk, és már csak meg kell valósítani, hogy fel legyen fújva ez a több mint 300 név a falra, és egy ünnepélyes átadás keretében ezt felavassuk.
Hát nagyon szépen köszönjük, felkeltetted az érdeklődésemet. Hát igazából tényleg többet kéne mezítlábjárkálnunk otthon, hogy egészségesek legyünk, úgyhogy reméljük, hogy a Szegedben is megtehetjük hamarosan. Február 13-áig várjuk a bilétákat. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál velünk. Köszönöm.